Ott van bazeg. Hát ezt én sem hittem volna el. Azt a kurva. Jó, fut, nem védekezik. Jó, hát akkor ez egy támadó szemű játékos lesz, ez egyértelmű. Szélsőre tudok gondolni, esetleg még egy középcsatára, de mondjuk de nem a Luis Suárez, őnek azért ennél jobbak, a Grizzlyk is jobbak szerintem. Maximum egy Joe Felixet tudnék elképzelni esetleg. Ú, az nagyon jogos, hiszen nagyon jó. Jannik Carrasco, de hát... Mert így nekem a Felix és a Carrasco tetszik amúgy eddig legjobban, amiket így mondtam. Nekem az utolsó három, amit mondtál, a Felix, a Carrasco és a Lemar is nagyon tetszik egyébként alapvetően. Én azért, amit néz, tehát azért az, hogy kurva jól cselez, és kevés, és nem olyan jól, ugye ebből indulsz ki alapvetően. Ez mind a háromra igaz. Ami szerint egyébként egy sors döntő lehet, talán két dolgot kell, lehet érdemes megnézni. Az egyik az a sebesség, a másik pedig talán a fizikalitás, ami szerintem döntő lehet. A fizikai adottság azok alapján, mint Joe Felixre tökre passzolna. Te nagyon más nem jöhet, szóval én mondom, hogy ez a Carrasco Felix. Én amire most gondoltam, hogy a Carrasco a gyorsabb szerintem. A gyorsabbnak kell lenni a Carrasconak. Hát én most lehet, hogy akkor véget is ér a játék, én azt mondom, hogy a Felix. Most én nem húznám az időt, meglátom. Jó, egyébként eléggé megoszló a chat is, nagyon durva megoszló a chat is. Megnyugtató. Felix-et írják ők is. Én is Felix-re gondoltam egyébként, de mindjárt megnézzük, hogy micsoda ez. Megye tovább a játék, vagy sem. És Rao Felix kihúzva, nagyon nagyot mész. Se Bayern, se City, se Dortmund, ilyeneket még nem is, hogy Lipcse volt. Az is a legszarabb, elbuktál ott mondjuk úgy. Lipcse az volt, igen, de bizony United esetleg, vagy ilyenek, nem. Juventus. Hát most lehet kérni segítséget, ha lenne, de ugye már nincs, úgyhogy jól passzol, tehát ez egy középpályás lesz, minden vagy nem. Minden. Ú, tényleg nem, mert egyébként kurva jól passzol a Robertson is, meg az izé is, a FIFA, hát nem, FIFA. Nem, de gyorsabbak, sokkal gyorsabbak ők. Hát ilyen én szerintem ő inkább egy középpályás azért. Anderson esetleg jöhet szóba. Hát figyelj, ki az a középpályás, ugye, mert nyilván azért én a Thiago-ra lehetnék gondolni, azért Thiago jobban dribblingel, és szerintem kevésbé védekezik jól, ugye, azért nagyon magas pad. Ki az a középpályás, aki kurva jól passzol, de mellette jól is védekezik? Amúgy ez egy elég ritka adottság, tehát ritkán van az, hogy azért egy Fabinho. Jó védekezik. Amúgy én teljesen Fabinho-t mondanám, hogyha már nem húztam volna ki Fabinho-t amúgy. Itt azért, amit szerintem érdemes megnézni, hogy... Ugye azért Thiago az biztosan nem védekezik ilyen jól, az bármilyet ráteszem a vesémet, ott mit tüdőmet, mindenet, hogy Thiago az nem védekezik ilyen jól. Mondod. Ebben biztos vagyok. Biztos, hogy nem védekezik 80-asan Thiago. Biztos, hogy nem. Lehetetlen. Vagy Naby Keita vagy Henderson. Curtis Jones. Egyébként. Igen, esetleg, de tessék. A másik, amit még egyébként érdemes elgondolkozni, hogy ugye egyik a Henderson volt, akit kiemeltünk. Ugye azért a sebesség is azért itt szóba jön, szóval, hogy amúgy azért oké, hogy a Alexander Arnoldot meg a izét kizártuk, a Robertsont, de azért nem feltétlenül zárnám ki például, tehát azért gyorsak, de mondjuk Robertson például gyorsak, de mondjuk Alexander Arnold nem annyira gyors azért élőben se, nem? Tehát azért nincsenek ilyen nagyon-nagyon nagy spintjei, amit tehát én nem... mondanám, hogy fett nagyon-nagyon gyorsnak, egy szélső időhöz képest egyébként. Szerintem azért gyors. Ennél gyorsabbnak kell szerintem lennie. Jó, akkor zárjuk ki. Hogyha őt kizárjuk. Mert nekem, én nem gondolom őszintén, amire én gondolkozom. Nekem ez a Trent, a Henderson és a Keita közül valamelyik, viszont a Keita nem hiszem, hogy ilyen jó lenne. Meg hát, igen. Keita nem védekezik ilyen jól. Nekem a Henderson és az Alexander Arnold között gondolkozok, én így, de ez tényleg, ebben most nem vagyok én, abszolút nem vagyok biztos egyébként. Csak most így hirtelen, most így nekem is csak pörög az agyam. Hát ez nem tudom amúgy is, ez nagyon nehéz azért. Ez nagyon nehéz. Lehet, hogy egy kicsit egyébként a védekezése, az meg mondjuk nem cselez ilyen jól mondjuk a Henderson, tehát 80-asan cselez a Henderson. Hát hogy akkor megnéznék tőle egy-két cselt. Legyen Trent? Legyen. De most miattam mondod a Trentet? Nem miattam mond. Nem, most hogy elbasztod... Hát nem azért mondom, jó! Nem, hát levezettem, mert igen, valóban most, hogyha megnézzük, hogy Henderson 80-asan cselez, hát azt sem nagyon tudom elhinni. Space se. De ha azt mondod, hogy lassú az Alexander Arnold, akkor legyen lassú. Húzzuk be! Húzzuk be a trendet! És ott van a trend, geci!
Ott van a trend. Most így erre ránézve szerintem itt lesz vége a dalnak. Abszolút, szerintem is. Én nekem egyetlen egy név se jut eszembe. Az Intel alig ismerem, megmondom őszintén. Nagyon kevés olasz bajnokságot nézek, úgyhogy nekem ez így... Én letészem a lantot, én nem tudom. Én most szerintem, nem tudom, én fogalmam sincs, nem tudom. Nem nézzük, tudom. Tehát keresünk egy nem túl jó játékost, aki mégis egy kicsit védekezésben jobb. Szerintem nem védő. Hát mondjuk a 63-as space az eléggé lassú, de azért cselezni is tud, tehát szép pályás lesz, aki nem lő jó. Fizikai adottsága 74, tehát mondjuk ez itt igen, az Ihán a csóhoz képest, tudom. Nekem Szenzi egyébként, aki itt a legjobb eszembe jutott. Jöhetne még a Brozovic, de a Brozovic azt szerintem jobban lő. Vidál nem lehet? Azok inkább kevés, nagyon kevés. Jobbnak kell lennie a statjainak. Jobbnak kell lennie, lehet. Jogos. Fancy legyen akkor? Nem jelölöm még meg. Jaj, bocs. Esetleg még a Vecino, aki még szóba jöhet. Bazd meg, ő eszembe se jutott, tényleg. Idáig eljutottam, és akkor így eddig szerintem. Olaro. Ő mennyire lehet szerinted? Annyira, ami nem hülyesik. Vecino, Sensi vagy Colaro, akkor most így hát kibővítettük. De alapból talán jó, hát valami miatt ki kell zárogatni az embereket, tehát talán Vecinót kizárnám, és akkor marad meg a Sensi. Nekem egyébként a Sensi az amúgy tökre tetszene. Csak a fizikai adottság miatt egy kicsit nem. Tehát főleg, hogyha azt nézzük, hogy basszus, Ihán a csónak 71-es. Figyelj, ez egy Colaro. Ez egy dolog, ami... Nekem ami eszembe jött a Colaro-ról, és én nekem csak azért az egy, ami ő itt kérdője, hogy azért hogy nem egy gyenge, azért elég kemény csávó volt azért a Colaro, nem? Azért, igen, egy... tehát hogy én is azt mondom, hogy a fizikai adottság miatt mondanám Colarovot, meg a sebessége az lehet az öregsége miatt alacsony, legyen a Colarov. De mondjuk 63-as pace-szel szélső hátvéd, mondjuk tényleg öreg, mint a Geti, de mondjuk ha Aspi is ilyesmi volt. Közép hátvéden is játszik már néha, úgyhogy legyen a Colarov. Jó, húzzuk be. De én fingom is abszolút, hogy micsoda lehet amúgy. Colarov, Kajak Colarov. Kajak Colarov. Első ránézésre egy Marco Reuszt is nagyon el tudnék képzelni. Nekem is egyébként, csak aztán ránézem, hogy Defending 76, aztán hirtelen elbizonytalanok benne. Aha, igen, hát mondjuk az úgy most már egy nálam is. Esetleg egy Julian Brandt-ot is. Hogy csak azt nézzük, hogy jól se lesz, akkor az egyébként az Axel Witsel is lehetne. Mert végig is tud védekezni, de Witselnél sokkal erősebb, az biztos, hogy nem 58-as fizikálitása van Witselnek. Ah, az biztos, igen. Ez jó, hogy mondtad, igen. Az úgy esélytelen, tehát... Még ezzel az Ihán Nacsóssal sem fér össze. Hogy akkor igen, nem a viccel. Torgen esetleg? Nem is hangzik olyan rosszul. Nem, az olyan családi vonás, hogy jól cselez, nem tud lőni, vagy nem annyira ahhoz képest érteni. Családi, ez tetszik. Ami Torgen az zár, hát... De most ki van még? Tehát Torgen van, Brent, de a Brent azt mondtuk, hogy gyorsabb. Torgen Hazardnak is sokallom a 76-os defendinget egyébként, tehát akkor már nyilván rossz. Nem. Bellingham, ő nem cselez így, igaz? Bellingham biztos, hogy benne nem cselez ilyen jól. A csel miatt ez egy szélső, vagy szélső hátvéd esetleg. Mert Rafael Guerreiro jutott eszembe, de mondjuk, hogyha az Alexander Arnoldhoz nézzük. Akkor mondjuk amúgy valid, jogos. A Guerreiro simán lehetne, mondjuk a 77-es shooting az nekem sok a Guerreirohoz, és az 58-as fizikai... A Guerreiro nagyon jól lő. Guerreiro nagyon jól lett, akkor lehet, a kutásodat ő lövi. Akkor nekem egyébként akkor viszont az izé zavar engem az 58-as. Mert most arról abból kívül, hogy Alexander Arnold volt valami 76-os, vagy mennyi, vagy nem tudom. Mégis egyébként jogos. Viszont a fizikai, az 58-as, mondjuk nem egy erős gyerek, de az 58-as. Mondjuk az igaz, a Royce-ra is, meg a Brent-re is igaz, hogy 58-as fizikalitás, akkor a Guerreiro is hasonló effektíve, szóval végül is. Az 58-as az így is úgyis kevés, bárki is lesz a megfejtés. Riki Pucsnak lehet 58-as, de a többenre így... Ja, igen, nekik lehet, de hát... Nem annyira életszerű az a pont, de mindegy. Tehát a Torgen Hazardra látnék még esélyt, de Torgen Hazard vagy Guerreiro. Én nálam ez a végső kettős, amelyikből fogok választani, és hát ez nagyon nehéz. Most érted az a tét, hogy nekem is 15-en lesz, igen, vagy sem. Igen. Legyen a Guerreiro. Én nem merem behúzni. Én nagyon, úristen, tényleg, most nem mondod, hogy 14-nél vagyunk, most így hirtelen, érted? Most rám jött a nyomás, nagyon. Nem baj. Jó, figyelj. Egyszer élünk, legyen Guerreiro. Ott van bazzeg a Guerreiro. Ezt én sem hittem volna el. Azt a kurva.
A 88-as dribbling no, Guerrero-nak ez amúgy szétszed engem. 88-as dribbling, hát mi a faszom? Tudod kinek volt 88-as? A Hazardnak, emlékszel? Az engem is, de ugye a többi az inkább ő. Ja. Mondjuk akkor úgy valid, úgyhogy valid. Úgyhogy igen, ott vagyunk a rekorddöntésnél, vagyis hát ilyen beállítottuk a rekordunkat. A kérdés, sikerül-e megdönteni azt? Liverpool megint. Annyi Liverpool játékos van már, hogy már... Az egész keletet kihúztad már. Aki itt nálam szóba jött, az talán leginkább a Chamberlain, meg a Curtis Jones talán. De most kettejük közül, nem tudom, alapvetően talán ugye Oxlade-Chamberlain még fifált, ami mindig egy kicsit magasabban... taksát játékos talán. Én nálam igen. Tehát én miatt ilyen Curtis Jones-ra gondolok jobban. Hát nálam ez a játék, szerintem Jones lesz. Most más nagyon én nem hoznék be szerintem. Ne húzzuk az időt, én Curtis Jones-t mondom. De nézzük meg, mit mond a chat, mit szólsz hozzá. Nézzünk rá, miket írnak. Minamino-t írják, Oxlade-et írják, Verstappen-t írják, Mbappé-t írják. Verstappen. Az jó tipp a Verstappen. Oxot írják. Minamino-t és Oxot írják nagyon erősen. Minamino-t és Oxot írják nagyon erősen. De már behúztuk a Curtis Jones. Tovább menjünk? Vagy húzzuk be a Curtis Jones? Hát most még gondolkozok akkor már, ha felolvasod itt nekem a chatet, ha segítettél. Minamino. Minamino-ra én nem gondoltam volna feltétlenül. Szerintem a Minamino-nak ennél jobban kell előre. Most ebben lehet, akkor most azért van segítség egyértelműen, de akkor legyen a Minamino. Én alapból őt nem hoztam volna be. Szerinted ez a Curtis Jones igazából. Tehát rajtad múlik, akkor ez a Curtis Jones lett volna. Ha a cseten múlik, akkor ez a Minamino. Ha rajta múlik, ez az Oxlade-Chamberlain. De húzzuk be akkor a Minaminót. A csetre hallgatunk, igaz? Hallgassunk rájuk, igen. Jó. Ott a Minamino! Ott van a Minamino! Azt a faszom! Én eszembe se jutott nekem ez a csávó, nekem eszembe se jutott. Azt tudtam, hogy ez biztos, hogy nem a Curtis. Abban az egyben biztos volt, hogy nem a Curtis. Én Oxlade-ot mondtam volna egyébként. Én Fixen-et mondtam volna. Jó, most ez meg lett, meg az én pontom, meg minden, de alapból én a Curtis húztam volna rá. Jó, 16. A kérdés az, hogy ezek után, ugye, hogy azért most nem kevés segítség, úgyhogy mert lejárt a segítségünk, menjünk-e még tovább, tehát addig, amíg tényleg be nem fajulunk, vagy pedig ez legyen egy olyan érték, hogy amúgy úgyis lejárt már az időnk, és azért így lett vége, hogy azért legyen ez egy méltó vége, úgymond a lezárásnak, hogy rekorddöntéssel, egy pici segítséggel, de rekorddöntéssel zárjuk a játékot. Legyen ez a vége a játéknak, srácok, legyen ennyi Zolinak az álmok futása, vagy adjunk neki még egy esélyt, úgyhogy soha többet nem nézzünk rá a chatre egyszer, se senki. Na most azért a chat-a sokat segített. Ezzel egyetértek, ez kétfélek, tehát vagy úgy, hogy itt akkor tényleg vége, vagy akkor meg nem segített semmit, hanem... Még egy. Menjünk. Vége, még egy, menjünk, még. Jó. Na, akkor álljuk aztán, de most már tényleg úgy segítség nélkül, meg viszonylag megpróbálok kicsit gyorsabban rávállni valamit aztán. Jó. Elbukom. Akkor ez volt az utolsó, én sem nézek rá a chatre, mert mondom, engem is elvezet. Tehát ha a chatre nem nézek rá, akkor be se dobom Minaminót, hogy én az Oxlade-et vittem volna. De az Oxlade is rossz lett volna, mint kiderült ugye a végén. Úgyhogy azért most ez a chat nélkül ez nem lett volna meg az fix, úgyhogy... Úgyhogy mondj egy számot, nézzük, mi legyen az. Barcelona, 87 sebesség, Na, most jön akkor itt a könnyű megfejtés, remélem. Szélső lehetne, de leginkább egy szélső hátvéd lesz szerintem. Rosszul lő, tehát emiatt szélső hátvédre gondolok, fizikai adottsága nem túl magas. Sergi Roberto vagy Jordi Alba, talán egy Jordi Alba, vagy ugye még akár Serginho Dest is szóba jöhet. Roberto-nél biztos sokkal jobban, Roberto 87-es pac, az nagyon sok neki. És nem a Roberto, tehát nem. Azért. Roberto meg igen, nem, biztos, hogy nem 87-es, igen. Nekem ez a Jordi Alba tetszene amúgy a legjobban, mert nem lő jól. De hát igen, mondjuk védekezésben se feltétlenül a legjobb, meg mondjuk fizikai adottságban se, mondjuk kurva gyors. Mondjuk ez amúgy lehet a Dest. Mindig a törék az amúgy. Igen. De én ezt a kettőt tartom, mint most esélyesnek, és jól csalázz. Legyen a Jordi Alba, ez volt az első megérzés. Én a Jordi Alba? Megbeszéltük, hogy ha elbukom, akkor el. Jó, húzzuk be a Jordi Albát. Egyébként, mielőtt átmennék, én mondom, hogy szerint egyébként ez a Dest lesz,
mert Jordi Alba szerintem jobban passzol, de behúztuk most már Jordi Albát, az lesz a vége. Mindjárt megnézzük, hogy lesz, hogy Jordi Alba lesz. 3, 2, 1, és nézzük. És ott a Dest, ott van a Dest, igen. Éreztem egyébként, amúgy nagyon durva hasonlóak nekem, ami úgy a passz, tehát a 72-es passz azért, és Jordi Albának az szerintem gyenge. Nem egyszerű azért ez, egyáltalán nem. Ja, úgyhogy egyébként én azért adom, tehát megadom, azért új rekorderünk van, ugye Sportplac, vagy Tóth Zoli személyében, úgyhogy azért GG, szerintem hogy kurva jól mentél, tehát hogy főleg ahhoz képest, hogy ugye azt mondtad, hogy nem szoktál ultimate-imezni, le a kalappal, de most komolyan, úgyhogy nagyon jó egyébként, tetszett nekem az egész. Köszi Zoli egyébként, hogy elfogadtad, mert kíváncsi, hogy itt voltál, tényleg kurva jó voltál, nagyon gratulálok. Egyedül ugye az első helyezettünk, és ja, én tökre élveztem, úgyhogy remélem neked is tetszett, aztán ja. Nagyon király volt, egy kicsit most itt nekem akadoztál, de igen, nagyon király volt ez a játék. Örülök, hogy ezt a rekordöntés.